Köszönjük azt, hogy megértetted az ünnepeltekkel, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és te szereztél egymásnak segítőtársat. Urunk, veled szeretnünk indulni. Szeretnünk emlékezni jóságodra, és kérni azt, hogy áldásod nyugodjon meg ez új páron. Amen. Tessenek elfoglalni. Isten tiszteletet, nagyon nagy szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlevőt, és hát megkülönböztetettel azokat, akik itt előlem ülnek. És itt, és a kedves mennyasszonyát, köszönjük azt, hogy az Úr megtartotta őket, és elhozta ezt az ünnepet. Eljött a készülés után az ünnep, innek az ideje, amikor megnyugodhattok, amikor az Úrra figyelhettek, amikor Istentől áldást vehettek. Hálát adunk azért, hogy az Úr megsegítette mindezidáig. Köszönjük nagy szeretettel az örömszülőket, barátokat, testvéreket, ismerősöket és kedves ünneplő gyülekezetet. Együtt örülünk az örülőkkel. Eszünkbe jut az a mondás, amit valaki egyszer így fogalmazódott, hogy egy ilyen ünnepen két töréken cserépkorsó elindul az élet tengerén. Egymás mellett haladva, egymás támogatva célhoz érkeznek. Egymás ellenében összetörnek és elsietnek. Hát azért imádkozunk, hogy ez a két töréket elég Istennek megváltó gyermekei, egymás támogatva, Isten segítségét élvezve elinduljanak, és majd, amikor az Úr akarja, megérkezzenek a dicsőség vonában. Köszöntöm nagyon nagy szeretettel kedves lelkipásztor testvérünket, Szabó András testvérünket, aki ünnepi istentiszteletünkkel hamarosan igét fog olvasni és hirdetni közöttünk. Kérjük az énekkal szolgálni, majd azután testvérünk ige olvasása és hirdetése következik. Thank you.
második fejezetéből olvasom a 18-as versről a 24-es versig terjedő ige szakaszt, amit fennállom a hallgatóknak. És mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzett néki segítő társat, hozzáidőt. És formált vala az Úristen a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvívja az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve. És nevet ad az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak, de az embernek hozzáillő segítőtársat nem talált való. Bocsátta tehát az Úristen mély álmot az emberre, és az elaludék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét, és alkotta az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett vala az emberből, asszonnyá, és vivé az emberhez. És mondta az ember, ez már csontokból való csont, és testemből való test, ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Amen. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, a te színed előtt állunk most ezekben a percekben, és megvalljuk, hogy reád van szükségünk újból, amikor együtt lehetünk testvéreinkkel, együtt osztozhatunk az ő örömünkben. Urunk, köszönjük neked azt, hogy nem csak a bánatban, nem csak a gyászban, nem csak a fájdalom, nem csak a szenvedések között kiálthatunk hozzád, és kérhetjük a te segítségedet, hanem az örömeinkben is. Szeretnénk, hogy felé itt a középpontban. Mind amellett, hogy testvéreink örömében részesülünk, és hálát adunk azért a kegyelemért, amit végeztél és végzel az ő életükben. De szeretnénk azt, hogy minden, ami itt lesz, ezen az Isten tiszteleten csak rólad szóljon. Te légy feldészítve és felékesítve szívünkben, elménkben, és szeretnénk azt, Urunk, hogy rólad emlékezzünk minden egyes munkában, amit cselekszel és végzel. Köszönjük, hogy megteszed, és munkálkodni fogsz. Legyen tiéd a dicsőség ezért. Amen. Amen. Tessenek helyet foglalni. Hát mindenek előtt nagy szeretettel köszöntjük mi is a testvéreket. Most úgy beszélek, hogy az asszonyvásári gyülekezet nevében vagyunk itt együtt, és örülünk annak, hogy elkísérhettük Andreát, ugyan vissza is kísérjük majd őket, hiszen így döntöttek, de örülünk annak, hogy együtt lehetünk, és annak is, hogy Misi eljött asszonyt vásárolni. Hát nem asszonyt vásárolt, leányt, és hiszük azt, hogy lesz belőle egy jó asszony Andreából. Hát imádkozunk azért, hogy az Úr áldja meg őket ebben a döntésben és ebben a lépésben, mert nem kicsi lépésre szánták el magukat, hiszen a házasság nem egy szórakozás, hanem egy nagyon komoly munka, amin Isten nagyon komolyan dolgozott, és meg is lett az eredménye. Hát az asszonyvásári gyülekezet nevében is köszöntöm a testvéreket, és kívánjuk, hogy Isten áldása legyen a nagyfalui gyülekezeten, és úgy, ahogy mi is imádkozunk, hogy az Úr szaporítsa ott a körzetünkben az ő népének számát, hadd szaporítsa itt Nagyfaluban is. Hát mi örülünk annak, hogy volt ilyen szaporodás, ilyen nem számoltunk. Isten kegyelméből asszonyvásárán az egy kicsi gyülekezet, hát Misi az első szaporulat, aztán nem sokára van egy másik mennyegző, amelyik folyamatban van, ott is lesz egy szaporulat. Ügyesek ezek a lányok, nem hiába angyaloknak nevezték őket, de úgy látszik, hogy sikerült a fiúkat oda hívni. Ilyen szempontból örülünk, de imádkozunk azért, hogy olyan szempontból is legyen szaporulat,
hogy legyenek megtérések, legyenek újjászületések, és ezt kívánom, hogy hadd legyen így a gyülekezet részére is, és a testvérek is tapasztalják ezt meg. Mi azért imádkozunk ott az érmelléken, ahova az Úr rendelt, itt már 17. esztendeje, hogy az Úr adjon ébredést, és legyenek megtérők. Hát ebben az évben tapasztaltunk egy ilyen drága ébredést az ótományi gyülekezetben, meg mindazokkal, akik ott voltak. Nagyon áldott alkalom volt, meg is lett a gyümölcse, 9-en merítkeztek be eddig a gyülekezeteinkben, és még vannak barátkozók, és imádkozunk azért, hogy hadd legyen még tovább ilyen megmozdulás. Erre van szükségünk, ez a szívünk vágya. És hiszük azt, hogy asszony vásárán is Isten munkálkodni fog, mert nagyon nagy szükség van ott a gyülekezetben is. Hát röviden ennyit, és szeretnék egy néhány gondolatot megosztani, és néhány ígei tanácsot adni nektek, fiatalok. Lehet, hogy most el fogjátok felejteni, de majd lesz lehetőség megnézni, és utána nézni. Egy olyan ígét olvastunk fel, egy ősi ige tulajdonképpen, amikor Isten a házasságot szerezte az ember és az asszony számára. A teremtéskor mindazt, amit Isten teremtett, mindenre rámondta azt, hogy jó. Látta Isten, hogy jó. Amikor megteremtette az embert, úgy fejezi ki, hogy látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, ímé igen jó. Vagyis az, hogy Isten megteremtette ezt a világot, az állatvilágot, a növényvilágot, az univerzumot, minden jó volt az ember számára is, és az embernek, az ember teremtése is jó dolog volt, ímé igen jó. Egyetlen egy dologra mondja Isten, ami nem jó, és pedig az, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Hát örülünk annak, hogy rájöhet Misi is erre, hogy nem jó egyedül lenni. Hát kívánom azt, hogy a fiatalok ébredjenek rá, hogy nem jó egyedül lenni, mert eljön az embernek az életében egy olyan időszak, amikor hiába vannak a testvérei, gyerek, szülei, rokonai, körbeveszik, valahogy egyedül érzi magát ebben a világban. Mert Isten genetikailag belénk kódolta ezt a teremtéskor, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Én is így voltam, hogy ráébredtem arra, hogy nem jó egyedül lenni. És Isten tudta, hogy az embernek nem jó egyedül lenni, és azt olvasunk az ígében, elhatározta, hogy szerez neki segítőtársat, hozzáélőt. Hát egy fiú számára, vagy egy ember számára napjaiban nagyon sok lehetőség van. Abban az időben Ádámnak nem volt lehetősége, hogy válasszon. Még csak kettő közül sem választhatott. Sőt, egyet sem választhatott, mert nem volt. Miből választani? Hát napjainkban sokszor az a probléma, hogy elmondják, hogy egy fiúra három lány jut. Melyiket válasszam a három közül? Melyik legyen az, amelyik számomra a legfontosabb? És ez egy komoly probléma a fiúknál, mert ez is hívő, az is hívő, az is hívő. De melyiket válasszam? Én meg vagyok győződve arról, hogy Isten napjainkban is hozzánk illő segítőtársat akar, amely hozzánk illik, teljesen reálban szabva, amely nélkül nem élhetek. Lehet, hogy én szeretnék egyiket, szeretném a másikat, úgy látnám, mindegyik megfelelő lenne, de ezért világosan imádkozni kell, hogy Isten tegye nyilvánvalóvá, melyik az, amely hozzánk illik, amely számomra a legjobb, amely pontosan belélik abban a szükségben, képben, amire nekem szükségem van. És azért jó Istentől ígérni ezt a társat, mert az ember saját maga nem tudja sokszor, hogy melyik az, amelyik hozzáillik. Azt olvassuk az ígében, hogy Isten az, aki szerez hozzáillő segítőtársat. Lehet segítőtársat szerezni egy fiúnak.
lehet fiúknak rendezni lányokat, megbeszélni, stb. Megvallom a testvéreknek, nekem is voltak ilyen foglalatosságaim, mindig szerettem volna egy másik fiút megnősíteni, vagy lányt, de megtértem, ebből felhagytam. Azt mondtam, hogy ha egy fiú ráébred arra, és egy lány, hogy neki férhez kell menni, akkor majd az Úr elvégzi bennük, mert ebből nagyon sok kellemetlenség és probléma kerülhet. Imádkozni kell azért, hogy egy ember lássa meg, ki az, aki számára a legfontosabb, mert Isten tud szerezni segítőtársat, hozzájövőt. Itt a felolvasott igében olvassuk azt, hogy Isten minden egyes állatot formált, és elvitte az emberhez. Bemutatta, az ember nevet adott neki, és az lett a neve. De az emberhez hozzáillő segítőtársat nem talált. Bármilyen állatot vitt, jó volt, de nem volt társa az embernek. Egészen addig, ameddig nem történt meg az, hogy Isten teremtett a férfinak egy segítőtársat. És milyen érdekes a teremtés. Az állatokat, az embert Isten a föld porából teremtette. Mindent a föld porából teremtett, kivéve egy valamit. Ki volt ez? Az asszony. Az asszony nem a föld porából teremtette, hanem az emberből vette ki. Az ember, olvasok az igében, az oldal portáin közül kivett egyet, és azt formálta, alakította, nem tudom, hogy, milyen módon, hogy tette Isten, de kijön belőle egy gyönyörű szép teremtés, amit Évának nevezett el. És odaállította Ádám elé, és azt mondta, na ez a te társad. És egy csodálatos dolog, amikor Ádám felébred egy álomból, és ott van a társa előtte. Milyen érdekes, nem kellett udvarolni neki. Nem kellett bujkáljon, nem kellett meneküljön, hogy nehogy meglássák, nem kellett féljen, nehogy hamar fölfedezzék, hanem ott van előtte, mert Isten elébe vitte a társat. A Bibliában majd később olvasunk sok ilyen esetről, amikor Isten elébe vitte annak, aki segítőtársat keresett, akár a szolgál is az Úr elébe vitte, szerencsésé tette az utat, és ott volt előtte, Ádám előtt. Ott van az ő társa, mert Isten volt maga az, aki szerezte számára a társat. Na ez az, amire oda kell figyelni, amikor valaki házasságra készül. Imádságban elkérni a társamat Istentől. Mert én csak elrontani tudom, míg Isten a legjobbat akarja adni a számomra és a számunkra. És a megteremtett társ ott van Ádám előtt. Mennyi előnye és mennyi hátránya volt Ádámnak ebből a segítőtársból? Hát voltak előnyök és voltak hátrányok is. Az előnyök először is abból álltak, úgy Éva, mint Ádám számára, hogy nem voltak olyan jellegű konfliktusok, mint amikkel sajnos napjainkban szembe kell nézni. Ugye? Általában szülők hátulról mindig próbálják a fiatalokat irányítani. A fiú részéről is, a lány részéről is. Szokott lenni anyós menny konfliktus, vagy após menny konfliktus, vagy vő anyós konfliktus. Általában ez szokott lenni, inkább az anyósokkal szokott probléma lenni, kevésbé az apósokkal. Ugye? Sokan mosolyognak, itt úgy ebből azt jelzem, vagyis azt értem, hogy nem csak egyeseknek van problémája, hanem másoknak is szokott ebből konfliktus lenni. Na Ádámnak nem volt. Nem volt anyósa, nem volt apósa, nem voltak Évának gondjai, problémái ilyen szempontból, mert ugye ők voltak az elsők. Igen, de ennek van hátránya is.
Mikor megszülettek a gyerekeknek nem volt nagymamája, nem volt nagytatája. Az első gyerekek, akiknek nem voltak nagyszüleik. Hova menjenek? Kihez menjenek? Ugye, ez is egy, lehet egy hátrány, lehet egy előny is. A gyerekek, amikor elmehetnek a nagyszülőkhöz, borzasztóan örülnek, mert ott fel lehet forgatni a házat, ott mindent meg lehet csinálni. És milyen érdekes, hogy azok a karakteres szülők, akik határozottan, keményen nevelték a gyerekeket, az unokáknál megolvadnak, teljesen megváltoznak, és mindent megengednek. Na hát ez nem volt abban az időben Ádámnál és Évánál, mert nem volt lehetőség. Voltak ilyen hátránya is, voltak előnye is. Elmondom azt nektek, hogy a házasságnak vannak előnyei, vannak hátrányai. Egyszer azt mondta nekem az egyik lelkipásztor testvér, még én sem voltam akkor házas. Tudod, úgy addig az ember egyedül van, addig könnyebb neki, de rosszabb. Miután megházasodik, egy kicsit nehezebb, de jobb. Na most, valamikor az ember a könnyebb, rosszabbat válassza, valamikor a nehezebbet, de jobb. Hát kettőnek sokkal jobban van dolga, mint az egynek. A házasságban együtt, társal menni tovább sokkal jobb és sokkal áldottabb, mert az ember nincs egyedül, és van társa, akire támaszkodhat. Sajnos vannak olyan emberek, akik elveszítik a társukat. Beszélgettem nem hívő emberekkel is, hívőkkel is, nem hívőkkel is. Egy alkalommal az egyik ember, aki elveszítette a feleségét, hát nem hívő ember volt, nem gyülekezeti tag, és éreztem, hogy árad belőle az, hogy valami vigasztalást. És akkor beszéltem neki az ígéről, fogadta, örült neki, és a végén azt mondja, hogy András, én elveszítettem már a szüleimet is, de az nem volt ilyen fájdalmas, mint amikor a társamat veszítette el. Fájdalmas, amikor az ember egyedül van, de amikor együtt vannak, társal vannak, együtt mennek, egyik segíti a másikat. Hogyha az egyiket megtámadják, a másik megvédi, ha az egyik elesi, a másik fölsegíti, és a házasságban ez működik, hogyha jó a házasság és jó irányba halad. Ezért jó, és sokkal jobb a kettőnek, mint egynek. Ezt megtapasztalhatta Ádám, megtapasztalhatta Éva, amikor társat kapott Istentől. És azt olvassuk az ígében, hogy amikor érezte, tudta, hogy csontjából való csont, egy másik drága igazság az, hogy a férfi a nőből van, a nő pedig a férfiből. Ugye? Azt mondta egyszer valaki, hogy amikor a nőkkel nőkről negatívan beszéltek, azok vigyázzatok, mert a nők szülik a férfiakat. És így van. A teremtésből Isten kivette, de visszaadta Évának azt a lehetőséget, hogy belőle ő szülje a férfiakat. A férfiakat is a nők szülik. Vagyis ennyire egyé tette Isten a férfi és a nőt. Ennyire egyé közösségé tette, vagyis együtt lehetnek egyek, és együtt alkothatnak egyet. És a felolvasott ígében ez az egység nyilvánvalóvá válik, amikor azt mondja az ige, hogy annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Hát testvérek, ez már nekünk szól ez az ige. Ez már nem Ádámnak, ez nem Évának szól. Mert Ádámnak nem volt kit elhagyni. Nem volt kiről lemondani, nem voltak szülei. És az az ige nekünk szól, és nektek szól. És ezen a területen még három dolgot szeretnék nagyon-nagyon mind a kettőtök szívére helyezni. Először is az, amit mond az ige, ugye ebben az esetben szó szerint így van, megtörténik, hiszen Misi elhagyja az ő atyát, elhagyja az ő anyját, ragaszkodik Andreához, és elköltöznek asszonyvására, és egy családdá válnak. De viszont az elhagyás van, amikor azt mondja az ige, hogy elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját,
itt egy olyan elhagyásról beszél, amikor megtörténik az a leválás, az a, ami korábban volt, ami ragaszkodott a szülőhöz. És ez egy egészséges, kell, hogy legyen úgy a férfi, mint a nő részéről. Mert hogyha nem történik meg a leválás, akkor konfliktusok lesznek. Akkor mindig az lesz, hogy az én családom így, az én családom úgy, az én családom ezt tette, az én családom azt tette, az én családom így viselkedik, az én családom úgy viselkedik. Amikor megtörténik az egészséges leválás, már nem az én családom és nem a te családod van, hanem a mi családunk. Most már egy családnál váltunk és egy család vagyunk. Mi vagyunk egy család. És nem ragaszkodom azokhoz, amik voltak, mert egy új jött létre. Szeretek méhészkedni, vannak méheim is, mély családjaim, és amikor megtörténik egy mély családnál a rajzás, ott egy egészen különálló család jön létre. Azok, mikor kirajzanak a kattárból, és elmennek, nem számít, hogy ott vannak, következő kattárba teszem be, többet vissza nem mennek abba a kattárba, mert ők egy egészen más családot képeznek. És ugyanígy van, amikor két férfi, vagy egy két fiatal házasságra lép, egy férfi és egy nő, akkor egy új családot képeznek, és az egészséges leválás, elhagyás meg kell történjen. Úgy a férfi, mint a nő részéről. Mert a nő is ember, a férfi is ember. És az első lépés egy jó házasságban ez, hogy elhagyja. A másik dolog pedig, hogy olvassuk az igében, ragaszkodik az ő feleségéhez. Elhagyni, az elhagyás természetesen nem azt jelenti, hogy lemondtam a szüleimről és nem is állok szóba velük, hanem az, amit az előbb elmondtam, megtörténik, az az egészséges leválás, amikor már nem az én családom határoz meg, hanem mi határozzunk meg dolgokat és mi hozunk döntéseket az életünkben. Nem hátulról vagyunk irányítva, hanem felülről vagyunk irányítva. És azt mondja az ige, hogy elhagyja és ragaszkodik. A másik dolog nagyon fontos, hogy a ragaszkodás legyen meg mind a két oldalról. Úgy a férfi, mint a nő oldaláról. Ragaszkodni egymáshoz. Ami megnyilvánul a szeretetben, ami megnyilvánul az egységben. Mit jelent ez a ragaszkodás? Mennyire kell ragaszkodni? Hát annyira kell egymáshoz ragaszkodni, hogy oda ne férkőzzön be senki más, egy harmadiknak ne legyen helye, ne legyen lehetőség arra, hogy valaki beférkőzzön közzénk, aki ezt a ragaszkodást elválassza és elszakítsa. Vannak olyan tényezők, dolgok az ember életében, hogyha megengedi, akkor ezt a ragaszkodást mondjam úgy, megcsonkíthatja. Valaki, aki beférkőzik, akár egy anya, akár egy apa, akár egy anyós, akár egy após, aki közzéjek próbál állni, erre nagyon vigyázni kell, és megkérlek titeket, hogy ragaszkodjatok annyira egymáshoz, hogy senki ne férkőzön közzétek, vagy akár egy külső idegen személy, amely megronthatná ezt az egységet. És azt mondja az ige, hogy elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és a másik dolog pedig, ami fontos, egyé válni. Azt mondja az ige, lesznek egy testé, egyek, most már nem külön, most már egyek vagyunk. És ez az egység az Isten gyermekei számára könnyebb, elfogadható, mert amiképpen megtörtént az Úr Jézus Krisztussal való szövetség kötésünk, és vele egyé lettünk, ugyanígy a házasságban is ez az egység folytatódik Krisztussal, Krisztusban együtt tovább. És hogyha ez az egység megvalósul, akkor lehet mondani azt, hogy lesz egy áldott, egészséges házas életed. Természetesen ez nem egyik napról a másikra megy,
és fog megtörténni, csak úgy egy ilyen csattintása, hanem munkálkodni kell, és dolgozni kell ezen. És a házasságot építeni kell. Hát kívánom, hogy ti is legyetek a ti házasságotoknak egy ilyen jó építője, bölcs emberek, akik felépítitek a ti házasságotokat a sziklára, az Úr Jézus Krisztusra. Szívemből kívánom, hogy így legyen. Amen. De amiképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak,
azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feledőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa a dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedeletlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjéből való. Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felelte nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok, hanem ti is, egyen-egyen kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy férje a férjét. Amen. Három kérdést fogok feltenni, és ha igen válaszok lesznek erre, akkor imádkozunk a ti figyeletekért. Kedves hüllegény testvérem, hiszed-e, hogy a házasság Isten akarata szerinti szent közösség, egy férfi és egy nő életük végét tartó kapcsolata? Meg vagy egy győződve, hogy a melletted álló mennyasszony Isten ajándéka számodra? Ígéred-e, hogy hűséges leszel hozzá, szereted őt teljes szívedből, vele megelégszel, és el nem hagyod semmilyen körülmények között? Igen. Hallható volt az igen. Megkérdezem a mennyasszonyt is. Kedves mennyasszony testvérünk, hiszed-e, hogy a házasság Isten akarata szerinti szent közösség, egy férfi és egy nő életük végéig tartó kapcsolata? Meg vagy egy győződve arról, hogy a melletted álló vőlegény Mihály Isten ajándéka számodra? Ígéred-e, hogy hűséges leszel hozzá? Szereted őt teljes szívedből? Vele megelégszel? Őt el nem hagyod semmilyen körülmények között? Megállapítom, hogy igen volt a válasz. Imádkozni fogunk, hogy az Úr tegye áldottá az ő ígéretüket és ezt a kapcsolatot. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, és Istenünk, valljuk, hogy minden jó és minden tökéletes ajándék tőled jön. Az élet ajándéka is. Köszönjük, hogy a te akaratodból lettek és vannak. A vőlegény is a mennyasszony. A te akaratodból születtek meg, és te megtartottad mindez idáig. Hálát adunk azért, hogy kegyelmet adtál arra is, hogy meghallják a te szeretetteljes hívásodat, megértsék az evangéliumot, és köszönjük, hogy új életet adtál néki. Hálát adok, hogy nem csak földi szülőknek a gyermekei, hanem a te gyermekeid is. Köszönjük azt, hogy a te vezetésedből megértették azt is, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és rád figyelve egymást megtalálták, mert te szerezted őket egymásnak. Eljött ez az idő, amikor most előtte térdelnek, és azt mondják, mint annak idején Mózes, hogy ha te orcád nem jön velünk, ha nem jársz velünk, akkor ne vidd ki minket erről a helyről.
Ezért imádkozunk, hogy a te országdal, áldásoddal te járj előttük, fogd az ő kezüket, irányi szívüknek gondolatait. Urunk, szükségünk van a te megtartásodra, oltalmazásodra, hisz veszélyes vidéken élünk. Lelkünk ellenség a sátán azt akar, hogy romboljon, hogy ellopja mindazt, amit tőled kapott kincs. De hálát adunk, megváltok, hogy te azért jöttél, hogy az ördög munkáit lerontsad. Imádkozunk azért is, hogy tudjanak vigyázni testvéreink rájuk bízott kincsekre. Imádkozunk azért, hogy törzs meg újból és újból szereteteddel őket. Tanulják meg úgy szeretni egymást, úgy járjanak együtt, hogy az példa legyen mások előtt is. Tartsd meg őket a te néped között, a gyülekezetben. Rendeld ki a szolgálati területüket. Add meg úgy az anyagi, mint a lelki szükségleteket. Uram, te tudod, hogy mit hoz a jövő, és mi az, ami javukat szolgálja. Hisszük, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden egyaránt a javukat szolgálja. Így bizalommal indulnak ők, szeretnék egymás is a te kezedet fogni. Vezesd őket most és a későbbiekben is. Amen. Könnyű vagy nehéz? Előre tudni nem is volna jó.
akkor aztán boldog félni, pedig lehet szépet is remélni. Jó, hogy nem látunk bele a jövőbe. Csak úgy megyünk. Lépésben. Remélve. Óriás vár az, ahova indultál. De levehető ez a titkos vár. Imával, hittel, türelemmel tárulnak, nyílnak a nagy kapuk fel, és minden veszély eltűnik, elszáll. Ha szent, ha tiszta lesz a királyi vár. Ha Jézus vára lesz otthonotok, ha ő lesz mindig legfőbb vágyatok, boldog lesztek akkor nagyon, hisz Jézusban mindig örömötök vagyon. Ha lesz szeretet, béke köztetek, olyan élet lesz, amilyet képletek. Ezért ma szívből azt kívánom én, menyegzőnként ezen szent ünnepén, hogy aki összevezérelt titeket, nagyon áldja meg további életetek. Mi mást is mondhat én még nektek. Kívánom, hogy nagyon boldog legyetek. Kérjük az ennek a szolgálatát, majd azután Szecsenszki Mónikát is. Thank you.
én most azt kívánom, segítsen az Isten és áldjon, hogy nagyján nőjön hitetek és egyé váljon szívetek. Andrea, most hozzád szólok, legyen boldog a te sorsod. Könnyek helyett vidám világot szarják be a kis világot. Légy gyorságos és engedelmes, hibákkal szemben mindig türelmes. Ha férjed címén sem fakadna, kezed legyen balzsam rajta. Misi, kérlek téged, támogass a feleséged. Légy gyorságos és megértő, szenvedj vele, ha szenved ő. Óvjat szeresd, óvd a léptit, hogyha bánacs könnyek tépik. Te boldoggá segíts néki, Istenek kedvesen nézi. Végezetül azt kívánom, teljesedjen minden álom, míg boldogan álmodtatok, győz a szájatok, mint a sasok, az Isten legyen veletek, szeressetek, szeressetek. Varta István, menyegzőre. Gondtalan gyermek volt, de hamar elvesz. Kisétán fájdalmas, de így van rendjé lesz. Az apád kenyere nem kenyere többé, édesanyád karja sem simogat többé. Új családi otthon, új álmok várnak, szíved belsejében a tetrekész vágya kergetnek új nagy szent feladatok felé, és állítanak nehéz döntések elé. Mit rejt számodra ez a földi pálya? Kérdezett talán most feleletet várva. A férjed kenyere puhább lesz, s fehéren, mint jó apádé volt. Ezt kifejtetné meg. Anyád karjainál puhábbat találsz-e? Anyád szívénél meleg szív állat. Anyád és apád talán pótolhat a férfi, olyan lesz a férjed, ahogy most ígér. Ó, nehéz kérdések. Ki felel ezek? Senki más csak az Isten igéje. Ha hallgatsz, Urad, és Istened szavára, s mint Lót felesége, nem tekintesz hátra, áldjad majd kenyered, ha fekete lesz is. Áldjad majd férjed, ha gond terhelt lesz is. Áldod majd kosarod, ha nem is lesz tele. Áldod majd gyermeked, ha baj is lesz vele. Áldod majd házad, ha nem is lesz palota. Így leszel te is, Istened áldodja. Hallgass meg az énekkar szolgálatát, majd azután kérdezünk Lukácsot. Thank you.
hogy köszönhetlek titeket, öröm van a szívemben, hogy itt látok együtt benneteket, és olyan jó volt azt látni és megtapasztalni, hogy Isten vezetett titeket, ahogyan egymásra találhatok, ahogy megismertétek egymást, és olyan jó volt látni azt, hogy Isten mindent előre eltervezett, és mindegyikötök számára kirendelte a segítő társak hozzáérőt. És nagyon sok köszöntést hallottatok már ezen a mai napon, úgy az ige hirdetésben sok bíztató szavakat, vagy más köszöntésekben. És még mielőtt egy néhány gondolattal én is köszöntenélek itt benneteket, két ismert igeverset szeretnék felolvasni. A 118. Zsoltárból a 23-as és a 24-es igeverseket. Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt. Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt. Örvendezünk és hívatjunk ezen. Igen. Csodálatos ez a nap, és csodálatos az, ahogy Isten eltervezte ezt a mai napot számotokra, és imáink meghallgattatását bizonyítja az, hogy most itt álltok ez ünneplő gyülekezet előtt, mint főlegény és mennyasszony. Ezzel a mai nappal egy egészen új szakasz kezdődik el a ti életetekben, mert mostanig mindez idáig külön utakon jártatok, mától kezdve pedig egy közös útra léptetek. És ezt az útat, amelyre most így léptetek, szeretném valamilyen formában hasonlítani egy hajóval való utazáshoz, hogyha a ti életetek hajójába Krisztus bevezetek, és ő lesz a ti házas életeteknek a középpontjában, akkor a ti hajótok biztos cél felé halad. És hogyha jönnének viharok, valamilyen nehézségek, megpróbáltatások a házas életetekben, biztonságban vagytok, mert Krisztus a ti megtartótok. És azt kívánom nektek, hogy mindig ő legyen a középen, ő legyen a ti vezéretek, a ti életetek útján, mert ő maga Jézus a szeretet. És azt kívánom, hogy ez a szeretet kössön össze titeket. És még szeretném hasonlítani a házépítéshez. Ahogyan egy ház építésénél szükség van egy összekötő anyagra, úgy a ti életetekben is szükség van Jézusra, hogy összekössön az ő szeretete által titeket. És ne felejtsétek el azt, hogy ha megmaradtok az úton, amelyet Jézus mutat nektek, ő lesz a ti életeteknek a kormányosa, akkor nem kell féljetek a viharoktól, mert a házat jó alapra építettétek. És tudjátok azt, hogy a háznak az a fundamentuma Jézus Krisztus. És hogyha őre jár, erre a kősziklára építitek a ti házatokat, akkor jöhetnek a viharok, a megpróbáltatások, a nehézségek, nem fog összedőlni a ti házatok, a ti családotok. És még szeretnélek köszönteni titeket azzal, hogy ahogy az Úr Jézus is mondta, ne féljetek attól, hogy mi lesz a holnap, ne törődjetek azzal, mert Krisztus veletek van,
és ne aggodalmoskodjatok a ti életetek felől, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, vagy miben öltözködjetek, mert Istennek gondja van rájátok. És ő ki fogja rendelni minden szükséges dolgokat a ti számotokra, hanem keresétek először Istennek országát és annak igazságát, és ráadásul minden megadatik nétek. Azt kívánom, hogy tapasztaljátok ezt meg, és éljetek egy boldog házasságot. Amen. Amen. Kérjük a zenekar szolgálatát, majd azután Szűcsukács Riárot, és Riár után a fiatalok szolgálatát. Örök ajándék! Lám, teljes műveg édes, kicsi ágok, s a boldogságtól szívetekre meg. De most, mikor az Úr elég állok, hogy házasságot ő is kösse meg, számoljatok hozzá húzgó imában, hálából, s kérjetek, csak erre kér, nem hallat ő, nem szálaszó hiába, örök hazát ígér hűségtekért. S higgyétek el, ez még nagyobb ajándék annál is, mint ma szívetek jelent. Hiszen ha minden véget ér, ez vár még, s remény a szépik mutatés jelent. Vezesse hát az írás régi fénye, a nagy mennyegzőről szóló beszéd, hogy mindkettőtök lelki vőlegények, helyétek nyújtsa átszerzett kezét. Köszöntünk így az ifjúság nevében, és nagyon örülünk, hogy eljött ez a nap, és hogy együtt örülhetünk. Néhány gondolatot szeretnék elmondani, ahogy mondta Attila is, sok köszöntés, és jó kívánság volt már elmondva eddig is, de szeretném ezt folytatni, és gondolkodtam azt, hogy mégis mivel tudnál titeket köszönteni, és mit helyez az Úr a szívemre. És egy régebbi gondolatot
visszatérő gondolatot hozott elénk az Úr, amit már tanácsoltunk, vagy kívántunk ifjúsági szinten Fischer házasoknak a Máté Evangélium 22. részéből. Azt mondja, hogy mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Ez is pedig mondané ki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Ekkor egy parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Én is, ahogy a házasság kötés előtt voltam, sokan jöttek, jókedvűen mondogatni dolgokat, tanácsokat adni, de volt, aki meg akart viccelni, nem tudod, mivel vágod a fejszédet, így bány, úgy bány az asszonyja, nehogy fejedre nőjön, hasonló. De volt, aki komolyan vette is, és sok jó tanácsot adott, és kaphattunk. Viszont azt tudom mondani, hogy nem, lehet, hogy nem tudtok, melyik tanácsnak engedjetek jobban, vagy melyiknek nem. Viszont amit az Úr Jézus mond, és ha valaki azt mondja, hogy ezt a parancsolatot meg kell tartsd, azt még jobban, szerintem az Úr Jézus, amit mond itt, ha ezt betartjuk, ezt betartjátok és törekedtek erre, hogy először az Istent, aztán egymást szeressétek, hiszen ő is ezt tette velünk, akkor ahogy volt mondva, életetek hajója, az a közös út, azon akármilyen akadály görgül, az Úrral együtt meg tudjátok győzni, felül tudtok kerekedni esetleg problémákon vagy nehezebb helyzeteken. És a másik, egy rövid gondolatot még, hogy amit énekeltünk az imént, azt tényleg őszintén szívünkből kívánunk, hogy az Úrnak lelke nyugodjék meg rajtatok, ő adjon erőt, amíg az út véget nem ér, áldjon és őrizzen kegyelmével végig ő, és bőven adja rátok örök szeretetét. Amen. Amen.
Isten tiszteletünket hamarosan befejezzük. Egy közös éneket fogunk énekelni, majd azután az záró imádsággal fejezzük az ünnepi alkalmunkat. A meghívottakat, bocs, étteremben, vagy más neve is van ennek, Amen. Az Úr közel. Jöjjön, Uram, Jézus Krisztus.